Tisztelettel köszöntöm Önöket a trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyes megemlékezésen. Kovács Antal Csátalja község polgármesterének köszöntője után Hegedűs Dávid helybeli fiatal előadását hallhattuk. A továbbiakban fogadják szeretettel az elszakított területek képviselőinek megemlékezéseit, miközben versek, énekek, jelenetek kerülnek színpadra. Elsőként felkérem Samu István urat, a Felvidéki Magyar Közösség pártja országos elnökségének tagját, mondja el megemlékező beszédét. Majd hallgassuk meg Márkus Ferencné helyi szavalót. Na, tisztelettel köszöntök minden kedves csátaljait, minden kedves vendéget a Felvidékről, ahol minden nap, mai napig ennek a tragédiának az elszenvedő alanyai vagyunk. De most nem azért jöttem, hogy ide Önök közé, hogy a Felvidék jajveszékelését tolmácsoljam, vagy panaszkodását, hanem inkább néhány gondolattal, néhány üdvözítő szóval, hogy jó magyarnak lenni mindennek ellenére. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm polgármester úrnak a meghívást, és a Magyar Közösség pártja nevében csak arról biztosíthatom Önöket, hogy továbbra is küzdeni fogunk azokért a célokért, amelyek egybekovácsolják a közösségünket, nemzetközösségünket határon, innen és határon túl is, illetve a Kárpát-hazában. Néhány gondolattal érkeztem, nagy szeretettel megosztanám Önökkel. Építsünk egy közös jövőt. Június 4-e kapcsán 95 évvel ezelőtti idő egy olyan pillanatára emlékezünk, amely megváltoztatta a magyar nemzet helyzetét. Azt hiszem finoman fogalmazunk, amikor azt a megállapítást tesszük, hogy a későbbiekben semmi sem lett már az, ami addig volt, és minden megváltozott közösségünk jövőjét tekintve. Az 1920. június 4-i első világháborút lezáró Versailles-i békerendszer az önbecsülésünkben és a gazdasági helyzetünkben negatív változásokat eredményezett, amely mind a mai napig érezhető a Kárpát-medencében, szerteszi. Bár ezt néhányan vitatják, vakság esetén tagadják, ráadásképpen egyesek egyenesen feleslegesnek tartják június 4-ére való visszaemlékezéseket, sőt a nemzeti összetartozás napját pedig értelmezhetetlennek vélik. Érdekes módon éppen a határon túli magyar közösségek néhány, nem nevezném, gondolkodójában merül fel ez a tény. Ezek a megállapítások. Teszik ezt abban a helyzetükben, hogy élethelyzetükből kifolyólag vagy foglalkozásukból állandóan a határon túli magyarok helyzetét elemzik, keresik és vizsgálják. Furcsa. Múltban nézésnek tekintik azt az evidens és logikus megnyilvánulást, hogy a közösség helyzetének negatív kondíciójáért felelős történelmi pillanatot az emlékezések révén a elemzés alá vegye. Pedig a gyógyulás egyik indulópontja a diagnózis felállítása. Ezáltal lehet sok esetben nemzetközösségünknek a tehetetlenség érzését, lelki betegségét oldani a jövőjét illetően. Emlékezni kell. Az elmúlt 21 néhány év ismételt emlékezésének a konklúziója alapján született meg 2010-ben az az európai szintű filozófiai elgondolás, hogy mi, magyarok, felvidéki magyarok, próbáljuk úgy megélni ezt a rendkívül keserű történelmi napot, hogy ne a szétszakítottságunk érzése vegyen rajtunk hatalmat, hanem hogy az összetartozásra gondoljunk, és ezt a megközelítést erősítsük magunkba. Ugyanis szétválasztottságunk érzését a fejünkben és a lelkünkben kell elsősorban oldani. A legjobban egy Vas Albert idézettel tudnám ezt szemléltetni. Együtt erő vagyunk, szerteszét gyengeség. Gondoljunk csak bele, az Európai Unióban milyen gyakran hangoztatják a határok felettiséget. Mennyire fontos az Unióban a természetes, kulturális és történelmi régiók egymásra utaltságának hangsúlyozása és egysége.
Mi sem tesszük másképp ezt június 4-én. Mi is hangoztatjuk, hogy a határok nem csak az Európa Unióban tűntek el és szüntek meg, hanem a Kárpát-haza történelmi, földrajzi, kulturális régióit mesterségesen szétszabdalt és működésképtelenné tevő határa is megszűntek. Többé újra nincsenek elválasztó államhatárok magyar-magyar ember között a Kárpát-medencében. Reméljük véglegesen. A felvidéki magyarként jó magam a Csalló közben élve, vagy akárhol végig Dél-Szlovákia határmenti településein lakva, tapasztalható, hogy az immáron már csak képzeletbeli határ másik felén élők ugyanazokkal a gondokkal küzdenek, ráadásul mindezt ugyanazon a nyelven meg is tudják osztani, beszélni egymással. Akkor meg miért is nem érdemes az összetartozás érzését erősíteni? Márpedig ahhoz, hogy egy dél-komáromi és egy észak-komáromi vállalkozó sikeresen összefogjon, vagy két egymás mellett elterülő képzeletbeli országhatállal elválasztott ipolymenti, vagy bodrogközi, vagy bácskai összehangolják településeik a fejlesztési terveiket, annak fontos kiinduló pontja a közös bizalom, amely az összetartozás érzésén alapszik. Ezen a napon a hétköznapok rohanó emberének is megvilágosodhat, hogy ahhoz, hogy a gazdaságilag ellehetetlenített dél-szlovákiai régiókban jobb életszínvonal legyen, ahhoz kell az összefogás. Az összefogás azokkal a részekkel is, amelyek a valaha volt egységes régiók területéből közigazgatásilag ma Magyarország területén vannak. A Nemzeti Összetartozás Napja így orvosolhatja 95 évvel ezelőtt ejtett csonkítás lelki és gazdasági nehézségeit, vagy éppen fájdalmait, vérmérséklettől függően. Szükség van az emlékezésre, hogy a jelenben tudjunk cselekedni, azért, hogy együtt építsük a közös jövőt, a közös Kárpát-haza jövőjét. Ezt kívánja tőlünk az európai határok feletti közgondolkodás, és nem utolsó sorban a magyar lélek. Üdvözlet Felvidékről, hajrá magyarok! Hogy hazát foglaltak őseinket földön, őrizték vérrel, ésszel, türelemmel, 1100 esztendőn keresztül, hogy hazánk legyen az ég alap. Gyökereink lenyúltak, mélyre, egészen le Erdély szívébe, s a mai napig ott maradt. Történelem viharai csapdosták, verték ezt a földet, megtanítottak élni, s hallni, mégis magyarnak megmaradni. Élünk ma is, ahogy lehet, isteni szent hitünk erejével, magyar szívünk szeretetével őrizzük ezt a gyökeret. Míg Isten a mi menedékünk, hűség minden fegyverleti, addig félnünk nem szabad, mert a gyökér az megmarad. Ki hűséget vet, életet arat, és a gyökér az megmarad. Köszönöm szépen! Kedves megjelentek, Vesztergán Miklós tárogató művész következik.